Kiderült, hogy 2 hétre zárták le a szigetet, tehát azért próbál meg mindenki elmenni, aki tud, mert hogy akinek a repülőjegye úgy szól, hogy 2 héten belül, akkor ő nem fog tudni kimenni a szigetről. Most a Feri próbál intézkedni, 1 óra múlva megy az utolsó Balira, az utolsó hajó. Na hello, drágáim, hát ezt nem fogjátok elhinni. A nagy rescue trip. Ez úgy kezdődött, hogy visszaértünk a szuper snorkingolásból. Egy csomó teknőst láttunk, gyönyörű kék korallokat. És amikor visszaérkeztünk a snorkingolás, már az ajtóban az a várt a szállodás, hogy tudjuk-e, hogy lezárják a szigetet? Hát ma, nem tudtuk. Ma. Ez délután 3 órakor hogy volt. 5-kor megy az utolsó hajó. Elmentem a jegyemmel az irodába, szerencsére gyalog közel volt. Oda mentem az irodához, nagy lakattam, el volt zárva, mindent sorba álltak az emberek jegyért, de nem volt jegy. Ami ugye azért problémás, mert ha nem tudunk kijönni a szigetekről, akkor nem tudunk felszállni a repülőre, és nem tudunk tovább menni, mert hogy Gilin nincsen még autós közlekedése, nemhogy repülőgépes. Ott látszott, hogy helyből ott 4-5 ezer ember a szigeten reked. Fogja. Azért kezdtem parázni, rögtön mondtam madárának, hogy én el kell húzni, mert nem lesz kaja. Igen, mert hogy sokkal többen vannak a szigeten, mint ahányan felférnek erre a mondjuk 3 hát, hajóra, ami 5 óráig elindult nagyjából. Viszont éjféltől le van zárva a sziget. Szóltam Andrának, hogy azonnal csomagoljanak be és pakoljanak ki, induljanak azonnal, el felé. Azonnal szedjétek össze a cuccot, bárhogyan rakjátok fel a lovaskocsira. Feri utasításokat adott Lolának, mondom, apa azt mondta, hogy, és akkor bepakolás, kínálak. 5 fiú azonnal összeállt, mondták, hogy mindenki húz egy bőröndöt, hova kell vinni, mondtam, kikötő. Olyan büszke voltam rád, mert Feribe beindult az adrenalin, a család fői gondoskodnom kell rólatok, és ki kell menterem benneteket. Lolával álltunk a bőröndökkel egy helyen. A Feri, mint egy ilyen nikkelból, ha ugrált egyik helyről a másikra, először beszélt egy emberrel, csak azt láttam, hogy beszél egy emberrel. Gyűjtöttem az infókat. Miután átment egy másik emberhez, akit igen, mert esélyes volt, hogy ő is nepper, és meg hogy nem lehetett semmit... tudni, hogy akkor most tényleg átvágnak, ha megérkezik a Lombokról az a hajó, vagy azt mondta, sem. Hogy ti azt leszerveztem, visszajöttem. Olyan büszke voltam rá. És akkor, olyan ügyes de kiderült, hogy, és akkor hogy nem kamozott, és tényleg van hajója, és már valakit kivitt ugyanígy. Megpróbálunk átjutni Lombokra, mert hogy itt nem jutottunk hozzá hajójegyhez. Egy sokkal nagyobb sziget, hogyha esetleg itt elfogyna az élelmiszer, vagy ilyesmi. Úgyhogy most a férjem szervezett egy hajót, úgyhogy átjutunk Lombokra. Pillanatokon belül, ami egyébként nagyon közel van, és akkor 5 órakor megy az utolsó hajó, amire egyébként valószínűleg már nem fogunk feljutni. Meglátjuk, mi lesz. Elindultunk Lombokra a hajóval, Giliről. Sikerült szerezni, ott már van reptér, van transport, van közlekedés, neki azt javasolja, hogy minél előbb próbáljuk meg visszajutni Budapestre. Ugye a Locsi pénteken ment volna, ami 4 nap van, mi pedig 3 hét múlva, mert a mai nappal Lombokról még elvileg Balira mennek hajók. Ott van egy nagy kikötő, hát rengeteg cuccunk van. A következő lépés Lombokon valamit szerezni, ugye édes? El kell jutni a kikötőbe, ott a déli kikötőbe, és onnan talán lesz kom. Balira tovább, aztán utána jön majd a repjegy, módosítás és így tovább. Majd megérkezett a kocsi is, nagyon jó a szervezettség. Mindenki okay. Mindenkit ismer. Thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you. Bejutottunk az autóba. Okay. Egészen kalandos helyre hoztak minket. És most megyünk a nagy kikötőbe, hogy onnan át tudjunk jutni Balira. Felhívtam a magyar nagykövetasszonyt. És írtam neki egy üzenetet, és ő azonnal felhívott, és elmesélte azt, hogy na most tényleg azonnal, ahogy tudjunk, jöjjünk ki Giliről. How many time? 1 hour? Tehát
utána azért beindult így az adrenalin, meg az, hogy akkor most már megoldás van, most már megvan a cél, most már nem csak ott tapicskolunk a bizonytalanságban, mert mindig az a probléma, én azt nem bírom, hogy nem tudom kontrollálni a dolgokat, nem tudom, hogy mi van. És egyébként ebből az egész helyzetből azt tanultam meg, és tanuljuk meg szerintem, hogy vannak terveink, tudjuk, hogy mit akarunk, hova akarunk eljutni, és akkor egyszer csak így ennyi történik, és minden összedől, mint a kártyavár. No, hát közben azért megmutatom nektek a kikötőt itt Lombokon. Tegnap este elképzelhetetlen volt az, hogy itt bármi ilyesmi történjen, és akkor egyik pillanatra a másikra megtörtént. Kicsit partizános volt a dolog. Magánol jó, stb. És hát pár perccel ezelőtt értünk ide. Hát ilyen a hangulat itt egyébként mindig. Most egy kicsit már megnyugodtunk, mert Balira érünk valamikor, mert hogy ez a ferry, ez a komp, ez el fog indulni. Most száll éppen fel a pára. Gyors eső volt, mindjárt kisüt a nap, aztán a nap lemente, és itt a pont. A Gili-szigetes kimenekülésünkkor először így felmerült, akkor éreztünk rá, hogy lehet, hogy itt tényleg baj van, így a világban, és hogy minél előbb hazék. Akkor felhívtam az itteni nagykövetasszony, és ő mondta, hogy gyerekek, minél előbb ki. Na és akkor úgy kezdődött el, igen, ami hogy átfoglalási kanosszánk. Lemondták Budapestet, hogy oda nem fog repülni a légitársaság. Jön másnap reggel az SMS, meg az e-mail, hogy az önjáratát törölték, az önjáratát törölték. Ezt tulajdonképpen most már minden reggel elmondhatjuk. Az önjáratát törölték, ez a Jó reggelt, Andrea című történet. Úgyhogy egy idő után már csak tényleg elkezdtünk röhögni. Nyilván mindent betartunk, tehát mi itt nem érintkezünk közel senkivel, csak a férjeddel. Sokat mosunk kezet, amennyit csak lehet. Van nálunk fertőtlenítőszer. Újra esőtánc. És aztán jött a másnap reggel, az önjáratát törölték. Ez volt a Varsó. Az van, hogy mi ugye elég gyakorlott utazók vagyunk, és sok mindenre fel vagyunk készülve. Na most ebben az egy hétben annyit kapunk, amennyit mondjuk 10 év alatt se. Gyerekek. De azért nem tettünk le róla, hogy megoldjuk. Megoldjuk. Az Ázsia Express nudli. Ahhoz képest, amit most itt meg kell oldalunk napról napra. Itt nagyon szívesen adnának szerintem ingyen szállást nekünk a családot, és nagyon szívesen el is vinnének egyik helyről a másikra, de repülőjegyet ők sem tudnak szerezni. Ez a partszakasz, ami tulajdonképpen az egyik legnépszerűbb amúgy Balin, teljesen üres. Néhány kutya van, egy-két magyar turista, aki itt ragadt, és néhány orosz turista, és a halászok. Egyébként teljesen üres a part, csönd van, amúgy is a csönd napja lesz hamarosan itt Balin, úgyhogy azokon a helyeken, ahol pár napja még sütötték a halakat, az éppen kifogott rákokat, ahol rengetegen fürdőztek, ma már teljesen üres minden. Tehát tulajdonképpen a legjobb helyen vagyunk, mert szabad levegőn, emberekkel egyáltalán nem érintkezünk, és erre figyelünk is, és tulajdonképpen várakozunk. Olvasunk, beszélgetünk egymással, és gondolkodunk egy csomót azon, hogy vajon mit jelent ez az egész történet most, miben kell megváltoznunk, mi az, amire figyelmeztet, mi az, amit másképp kell csinálnunk, hogy ilyen ne történjen többet, hogy meg tudjuk ezt akadályozni, hogy tulajdonképpen tudunk-e a dolgok fölött a dolgokra hatást gyakorolni, mert hogy itt azt hiszem, hogy kiderült, hogy nem. Úgyhogy érdekes időszak, itt velem szemben a repülőtér van, látom, hogy néha-néha jön egy-egy gép, vagy száll fel egy-egy gép, de hogy egyébként mindenki halt, olyan, mintha a világ vége lenne, és itt maradtunk volna így páran. Hallod a tenger zúgását, emberek egyáltalán nincsenek a homokon, nem fekszenek emberek, akik napoznának, vagy turistáskodnának természetesen, hiszen mindenki, aki tudott, már hazamenekült, mi is próbálunk egyébként. Minden békés, és közben úgy valahogy mégis a levegőben benne van a bizonytalanság érzése, és ez nem jó érzés. Úgyhogy azt hiszem, hogy
Nagyon sokat gondolkodtunk most így az elmúlt napokban azon, hogy mennyire nem tudjuk kontrollálni a dolgokat, hogy mennyire egyik pillanatról a másikra megváltozik az életünk, és ez mire tanít? Érdemes ezen elgondolkodni. Úgyhogy ez a helyzet most. Érjem és kislányom születésnapomra készültek, illetve a szülőszobás kismamáim is mindenki megköszöntött. Elmentünk egy étterembe, olyan igazi szülinapi vacsira. Természetesen fertőtlenítéssel, mielőtt bárki írna, és műanyagkanállal, papírpohárral, stb. És hazamentünk, keresem másnap reggel a pénztárcámat, sehol. Az összes családi kártyánk benne volt, tehát magyarán az átfogláshoz szükséges összes pénzügyi tartalék az ott volt a családi kártyáink. És ez a pillanat volt az, amikor így először azt mondtam, hogy gyerekek, marha jó itt lenni, vissza is fogunk jönni, mert egy csomó mindent nem tudtunk megnézni, de ezek már olyan jelek, hogy nincs appellát, tehát haza kell menni bármilyen módon. Ez volt 10 napja, ugye? Na azóta próbálunk hazamenni. És akkor jött, hogy Varsó helyett kell találni egy újabb destinációt, akkor bejött Amsterdam. Mint lehetőség, ezt az oroszok felajánlották, Amsterdam vagy Berlin legfeljebb, de hogy Berlin az még majd 5 óra múlva kiderül, hogy egyáltalán indul-e. Szerencsére az Amsterdamot mondtuk, mert azt nem törölték, mint a másikat. Hát, de. Új nap, új reggel, de ez a nap más, mint a többi, nem csak azért, mert ez a csend napja, hanem ez az első nap, hogy most kezd egy kicsit elfogyni a türelmem. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 10 nap azzal telt, hogy minden nap átfoglaltunk valahova, aztán törölték a járatot, aztán megint újra, de eddig valahogy úgy voltam vele, hogy úgyis majd lesz valahogy, meg hogyha itt maradunk karanténban, akkor is itthoni karanténban természetesen, akkor hát az is majd találunk megoldást, együtt vagyunk, hárman vagyunk. Hogy emberek, boldog halászok nélkül természet nekem semmit nem ér. Tehát nekem annyira szükségem van arra, hogy emberekkel kommunikáljak, a közelükbe legyek, az energiájukat átvegyem, hogy beszélgethessek velük, hogy megölelhessem őket. És nézzétek meg, gyakorlatilag holdbéli a táj. Tehát ez a strand, ahol egyébként máskor rengetegen vannak, kiürül. Ha hátra néztek, akkor ott van a repülőtér. Mennek el onnan gépek, de egyikében sem vagyunk rajta. És hogy én ilyen világpolgár vagyok, szeretek utazni, és imádok más kultúrákba lenni, és sok embert megismerni, de amikor baj van, amikor a bizonytalanság ott van, hogy mi lesz, ha mégis elkapjuk a vírust valamilyen módon, akkor nincs ott az ismerős közeg, nincs kihez szólni, nincs ott a barátnőd, akinek a barátnője majd segít, hogy abba a kórházba úgy és sem így. Tehát, hogy az a bizonytalanság érzés folyamatosan itt van. Azt hiszem, hogy ez az év ez nagyon-nagyon sok változást fog hozni. És teljesen mindegy, hogy hol vagy a világon. Hogyha ott vagy a szeretteiddel, akik egészségesek. Biztos sztereotípia, amiket mondok, de hogy ilyenkor érzelmileg ez is így megfogalmazódik. Olyan vagy így is, mint hogyha valami teljesen holdbéli tájon lennél, ahol semmi nem ismerős, pedig mindeközben imádom Balit, és csodálatos, és az emberek is fantasztikusak. De amikor az emberek mosolya, az emberek segítőkészsége, az emberek jelenléte nincsen jelen, akkor nekem ez a táj semmit nem jelent. Úgyhogy tudom, hogy otthon hó van, meg hóembert építetek, és emiatt is mindenki ki van akadva otthon, hogy milyen az időjárás. Itt meleg van, de nem ez számít. Most nem ez számít. Most szívesen építenék hóembert otthon valakivel, hogy tudnám, hogy ott vagyok. Biztonságban vagyok. Úgyhogy itt vagyunk egymásnak, próbálunk nem egymásnak feszülni, egyáltalán nem jellemző ránk egyébként, de most egy kicsit már nem is kicsit idegeskedünk. Ott tudom mutatni nektek, látjátok, az Vishnu, nagy emlékműve szobra, és végül is neki áldoznak. Nekik áldoznak a mai napon. Ölellek titeket.
Ma van itt Balina Nyepi, azaz reggel 6-tól holnap reggel 6-ig 24 órán keresztül az emberek nem hagyhatnak semmilyen lábnyomot a természetben, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy a csend napja van, mindenki benn van a lakásában, és nem lehet elektromos szerkezeteket használni, nem lehet televíziót nézni, halkan kell lenni, mindenki meditál, mindenki valami energiát szeretne adni a Földnek és önmagának a következő egy évre. Egyébként ez az új év is. Itt nálunk, a turistáknál ez egy kicsit másként működik, de mi is nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy minél halkabban legyünk, hogy keveset tegyünk. Egyébként csak sürgősségi esetben jönnek ki a mentők is, tehát hogyha életmentésről van szó, és természetesen, ha valakinek elindul a babája, akkor szülni azért lehet. Nagyon megható ez a nap amiatt is, mert hogy teljesen kiürültek a tengerpartok, nem csak a tengerpartok, hanem gyakorlatilag minden. Tehát nincs ember a természetben, és ez egybeesik most a koronavírussal, úgyhogy van min elgondolkodnunk. Most mi vacsorázunk egy kicsit, itt a többi magyarral, 9-en vagyunk, és imádkozunk azért, hogy holnap után tényleg felszállhassunk a gépre. Ez a mai reggel egy új reggel, megint, immár a 10. Az reggel. Az utolsó egy hét az a jegyről szólt, hogy hogyan és milyen jeggyel jutunk haza. Volt úgy, hogy két szék között a padalásunk, és volt olyan is, hogy két szék között két székünk lesz. Hogy amikor ez az utolsó remény, tehát amikor már ebbe a szalmaszálba kapaszkodsz, tudod, hogy már csak ez van, és ez már tuti, és minden, és egy nappal az indulás előtt, akkor jön a hír, hogy úgy néz ki, hogy gyakorlatilag tegnap este óta az egész csapat a telefonon ül. Igen. Na, ott jött a pánik. Tehát én nekem olyan szempontból, hogy miközben az adrenalin működik, természetesen olyan pszichikai állapotban vagy, hogy meg akarod oldani. És a megoldás jön, és ott vagytok, és együtt vagytok. És ez nagy öröm. És az is nagy öröm, és azért is minden reggel és este hálát adok, hogy mi nem vagyunk betegek. Tehát azt gondolom, hogy mindent meg lehet oldani, mindent, csak ne legyél beteg. Tehát, hogy nincs helye a panasznak, nincs helye annak, hogy szomorúak legyünk, vagy nem megoldásorientáltak, mert annyi minden tornyosul, annyi megoldandó. Meg hogy nem szabad veszekedni egymással. Hát azt igen, mi soha, 22 év vagy soha nem veszekszünk, de azért most előfordul. Ugye most anya azt mondja, hogy ne vegyük meg a másik légitársaságtól a jegyet. Ide figyelsz egy picit, köszönöm. Uh-huh. Mit gondolsz? De most az van, hogy megvettük a közvetítőtől a jegyet, uh-huh. És közvetítő nem szólt, hogy lemondták a járatot, de mi már tudjuk, hogy közvetlenül a repülőtársaságtól meg lehetne venni. Andrea viszont ahhoz ragaszkodik, hogyha már megvettük, akkor ne költsük el még egyszer a pénzt, mert ki tudja, hogy visszakapjuk-e valaha. Hát jó, csak hogyha meg nem megyünk először, akkor meg lehet, hogy itt maradunk, és ezek így már megint nem jó. És ebből volt most egy vitánk, mert én meg most már nagyon aggódom az anyagi helyzetünkért is, az az igazság, mert nem tudhatjuk, hogy mi van akkor, hogyha tényleg törlik az orosz járatot, és egyszer itt ragadunk, május elején. Hogy miből fogunk élni? Gondoltam, két, hogy... két táborra bomlott a család. Igen. A Lola egyetért veled, mert én azt igen. Is tudom. Aha, igen, anya nem oké, nem oldja meg. De ugye akkor meg az is igaz, hogy ugye ellopták a négy bankkártyát, azon az egyen függünk, ami még megmaradt nálam. Hát meg ami nekem van egy kicsi lát. Igen, és akkor, hogyha így is itt maradunk, akkor viszont mindenféle számítani fog. De én azt mondom, hogy ez belekett, tehát ezzel nem lehet spórolni. Hát meg jó, azt, csak meg... akkor mi van, hogyha azt is lemondják, akkor meg azt is elveszítjük. Micsoda? Az a hang nem, ahogy Andrea. Ilyenkor, na ettől megyek a falnak. Andrea, hát hogy mondtad pontosan? Logikus üzemmódba. Igen, csak az én hormonjai megugrálnak ilyenkor. Utána megbeszéltük. Tehát te mire szavazol? Nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Nem mondd meg, hogy nem érdekes, most nem kell eltalálni a jó eredményt, hanem hát hogy... nyilván biztosabbra kellene menni, tehát jó, hogy nem tehát, kéne hogy... várni vele, mert hogyha megvárunk, akkor meg lehet, hogy már nem lesz hely, ha meg nem lesz hely, akkor meg biztos nem jutunk alatt át, hogy... Ja. Én is azt mondom, hogy most az utolsó... Hát várakozunk az imára... Dobást. Mondtad rá, hogy akkor old meg, akkor én
ott hagytam a reggelit. De ez nem voltam őszinte, hogy oldja meg. Puffogtam magamban, nagyon mérges voltam, hogy most miért nem velem egy csapat, és miért nem inkább hívogatjuk folyamatosan, yeah, hogy oldják meg. És akkor ez a kiegyensúlyozott hang, nem? Igen, ilyenkor azért nem szabad veszekedni, mert ahhoz, hogy valakiben, hogyha fölmegy a pumpa, ahhoz, hogy az lecsillapodjon, legalább 10 percnek el kell telnie biokémiailag. És akkor elindultam fölfelé, és amikor utána jött később a szobába, akkor elmondtam, hogy én úgy érzékeltem, Andrea, na, ettől megyek, hogy a falnak, hogy az, amikor ellenvéleményem volt, a személyesnek vetted, személyes támadásnak, és akkor biztosítottuk egymást arról, hogy nem ez történt. Én meg elmentem a fürdőszobába énekelni, de ma csendnapja van, úgyhogy ma szépen magamba szállok mindjárt, és azért fogok imádkozni. A többiekkel együtt. A csönnapja. A csönnapja. Andrának a csönnapja. Igen, 5 percig bírtam egyébként, de akkor jött az SMS, megjegyzem. Vagy akkor mondták, hogy törölve a járat, na azóta csak egyfolytában dumálunk, de most csönd lesz. Csendnapja következik. Elmentünk ma hálát adni, elkészítettük az itt szokásos, mindennapi hálaadáshoz szükséges virágot, kis kosarat, amit felajánlottunk a jó isteneknek, és közben Feri is megérkezett, te is feljöttél, és azt kértük, hogy ott legyünk, ahol a legjobb nekünk, és holnap reggelig semmiképpen ne kapjunk SMS-t arról, hogy valamelyik járatot törölték. Persze, ha maradunk, akkor abból is a legjobbat fogjuk. Igen, ő már nem lát, nem hal, és mit nem csinálsz, nem beszél. Mert hogy neked ma van a néma napod, vagy ma van, nem, a silent day. Hogy a másik problémán majd akkor kezdek el gondolkozni, amikor lesz. Igen, tehát hogy nem tervezzük a jövőt, most itt vagyunk ebben a pillanatban, mindent megteszünk, hogy a legjobb helyen és a legjobb módon legyünk most itt, aztán majd holnaptól a holnap lesz. Fizethető összeget. Ez az a helyzet egyébként, amikor már így nem foglalkozol azzal, hogy most anyagileg ez megoldható vagy nem, azzal foglalkozol, hogy hazajuss, és az a probléma, hogy pénzügyileg ez majd hogyan oldódik meg, az egy másik kérdés. Itt egyébként mi már refundot kértünk, tehát kértük, hogy adják vissza a repülőjegyek árát. Egyelőre nagyon együttműködőek, mert hogy most 2 érvényes repülőjegyünk van. Elvileg, reméljük legalább egyik elindul ma este, 10 óra múlva elvileg fönn vagyunk a gépen. Tehát akkor 48 legközelebb... óra múlva már otthonról tudunk jelentkezni, ha minden igaz. Igaz, és nagyon vigyázzatok egymásra. A Feri maszkokat is hozott, úgyhogy van nálunk, tehát a repülőgépen maszkokkal utazunk. Elvileg befoglalt repjegyeink vannak, tehát már a most székek már kettő is megvannak. Most már 2 is, mind a 9-ünknek egyébként. És milyen jó kis csapat lettünk, ja, 9-en, nem? Úgy, tehát itt a magyarok így összefogtak, egyébként az oroszok is, van néhány orosz itt, az egész na, parton... Ott egy repülő. Igen, tehát hogy na, az, újra, na, albal a repülővel nem tudtunk elmenni most például, hogy itt a, még annyit hagyd mondjak, hogy tényleg ilyen bajban úgy összefognak az, igen, emberek, tehát itt az oroszok, a barátnőnk segített a svédeknek hazajutni 2 pici babával. És higgyétek el, mert ugye ez is állandóan felmerül, hogy jó van, maradjatok csak ott, mert elmentetek utazni. Gyerekek, olyan időpontban jöttünk el, amikor szó sem volt arról, hogy bármilyen probléma lehet. Tehát, vagy hogy ekkora. Gyakorlatilag 5 hét alatt kifordult a világ a sarkából. Eljöttünk egy kicsit dolgozni alatt egyébként, és kicsit pihenni. És az történt, hogy itt 3 hétig semmi, egyébként itt most is nyugalom van, elvileg a 250 milliós Indonéziában néhány száz eset van, és főleg külföldiek, persze ezt nem tudhatjuk, hogy mennyire igaz, de ezt lehet olvasni. A lényeg, hogy itt is pont annyit tudunk megtenni, mint otthon, és természetesen a budapesti karanténból fogunk jelentkezni. Reméljük hamarosan, vigyázzatok magatokra, puszi, sziasztok! Sziasztok.